Már az okos otthonos videónkban beszéltem arról, hogy az okos előtag különböző termékek esetén nagyon különböző dolgokat tud jelenteni. Így amikor megtudtam, hogy a Samsung is már gyárt ilyen okos monitorokat, akkor mindjárt az első kérdésem az volt, hogy itt most konkrétan mit jelent? Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Léta, a mai videónkban pedig ezt a Samsung Odyssey G6-ot és egy másik okos monitort, a Smart M8-at fogjuk megvizsgálni. Azt most nyilván azért nem raktam ide az asztalra, mert az olyan böhöm nagy, hogy én már nem látszanék ki mögül el, hogyha azt is ide raknám. Tehát ezt a két monitort fogjuk most alaposabban megnézni. Vágjunk is bele! Kezdjük egy kicsit azzal, hogy beszélünk magukról a monitorokról nagyon röviden. Itt van ugye ez az Odyssey G6 monitorunk, hát erről azt hiszem még arról a szögről is látszik, de ha így mutatom, akkor talán még jobban, hogy ez baromira ívelt, tehát ez egy 1000R ívelésű monitor, és hát látszik, hogy ez egy nagyon frankó gaming monitor, direkt ezzel a formatervezéssel, meg mit tudom én mi. Alul is látszik fények, hátul is látszik a fény. És ezek ráadásul amúgy a tartalomnak megfelelően tudnak váltakozni is. Ha pedig megnézzük jobban, hogy belső hardverek, meg hát nyilván a kijelző technológia szempontjából mit tud, akkor azt találjuk, hogy ez egy 2K-s, tehát 1440p-s monitor, 240 Hz-es frissítésű, 1 millisekundumos válaszidejű monitor, és konkrétan VA paneleket tartalmaz. Ugye érdekes, hogy ezt gaming monitornak árulják, mert nagyon sokáig a VA paneleket nem ajánlották gaminghez, mert ahhoz, hogy ténylegesen ki lehessen élvezni az előnyeit, ahhoz nagyon-nagyon magas képfrissítésre van szükség, nyilván azért érkezik ez 240 Hz-es frissítéssel, de hogy alapvetően viszont sokkal szebb képeket tud adni, mint más technológia, kivéve az OLED-et, de erre mindjárt átérünk, nagyon szép képeket tud adni, hiszen itt is arról van szó, hogy pixelenként tudja állítani a saját fényerejét, ezért nagyon szépen futnak rajta a mindenféle HDR kontentek is. És akkor itt van az M8-as monitor, ahol itt már, ha itt a Netflix, na mindegy, erről majd rátérünk, hogy hogy van itt a Netflix. Szóval ez egy még nagyobb monitor, mint az előző. Nyilván itt azért feltűnően ez egy ilyen ultraszéles vásznú dolog, majd mindjárt rátérünk, hogy mennyire. Itt is szépen világít a hátulja, de itt azért egy jóval letisztultabb élményt kapunk, tehát ez az, ami a legközelebb van így, tehát hogy itt már nagyon nehezen döntöd el, hogy tévé vagy monitor, elnézése már talán inkább tévé, mint monitor. És akkor térjünk rá még jobban a hardware-re, itt ugye megkapod ugyanúgy a 1440p magasságot, mint egy 2K-s monitornál, csak jóval szélesebb 3440 pixel, tehát ez egy 21:9-es képarány. És itt már egy OLED panelt is kapunk, ami hát nem biztos, hogy a kamera képén rendesen átjön, de ugye az OLED híres arról, hogy brutálisan mély feketei vannak, hiszen ez már nem csak elsötétíteni tudja a pixeleket, hanem egész konkrétan kikapcsolni tudja pixeleket a feketénél, tehát a legmélyebb színeket ezzel a fajta képernyő technológiával lehet elérni. Nyilván szebb, mint a VA panel, csak hát ugye a nagy különbség, hogy iszonyú drága, tehát a VA-hoz képest azért jóval nagyobb a befektetés, ami ehhez kell, plusz az OLED-nél nagyobb a rizikója a képernyő beégésnek, tehát hogyha folyamatosan ugyanazok a pixelek vannak felkapcsolva vagy lekapcsolva, akkor ez egy idő után be tud égni. Ezért az OLED-et ritkán szokták gaminghez ajánlani, ahol ugye a játéknak a UI részei nagyon sokáig a képernyőn vannak. Nyilván itt is megvan a magas képernyő frissítésünk, itt 175 Hz-es frissítést kapunk, és 0,1 millisekundumos válaszidőt is. Ami egy kicsit viszont furává teszi ezt a monitort, az az, hogyha mögé nézünk az egésznek, mert bár megkapta a hagyományos csatlakozókat, ezeket egy picit lekicsinyítették, mert ugye maradt a DisplayPort, van rajta HDMI, viszont ezeknek csak a mini verziója, és a dobozban csak HDMI kábel érkezik, tehát a mini HDMI és a rendes nagy HDMI átalakító, tehát hogyha te DisplayPortot szeretnél használni, ehhez külön kábelt kell vásárolnod. Na de, beszéljünk arról, hogy mit jelent akkor ez az egész, hogy ez egy okos monitor. Na most, szemfülesek már észrevehették, hogy ez a monitor itt most mutatja ugye a mi YouTube csatornánkat, nincs rádugva semmire, ez konkrétan csak a tápkábel jön ki belőle, tehát csak konnektorba dugtuk be. Na most, itt arról van szó, hogy ez alapvetően egy gaming monitor, tehát rendelkezik DisplayPort, HDMI kábelekkel, és rá tudod kötni bármilyen gépre, vagy hát akár konzolra, vagy bármilyen, amire szeretnéd.
De rendelkezik saját operációs rendszerrel is, ez pedig ugye a Samsungnak a 10 OS-e, amivel próbálkoztak egy darabig telefonokban, egy csomó egyéb kütyűben, de igazából a tévéikben maradt meg, és most már szimplán annyit csinálnak, hogy a monitorjaikra is rátelepítik ezt. Mit jelent ez pontosan? Ugyebár kapsz egy okosnévét a monitorodban, ami akkor is működik, hogyha épp az adott gép, amire rá van kötve, nincsen bekapcsolva. Ha használtatok már bármilyen okos tévét vagy tévé okosítót, akkor nem lesz ismeretlen, hogy le tudtok tölteni mindenféle alkalmazásokat, fönn van nyilván az összes streaming szolgáltató, YouTube, bármit tudsz nézni és bejelentkezni, ugye nyilvánvalóan rendelkezik saját hangszóróval meg stb. De ami a legjobb, hogy bizonyos alkalmazásoknak köszönhetően gyakorlatilag egy konzollá tud változni. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy egy vezeték nélküli bluetoothos kontrollert rá tudsz kötni a monitorodra, jelen esetben ugye egy DualShock 4-et, és az elérhető game streaming szolgáltatásokon keresztül tudsz játszani a monitorodon, anélkül, hogy az csatlakozna bármihez. Az interneten kívül persze. Most egy nagyon egyszerű kis demonstrációként nézzük meg az Xbox alkalmazást, de amúgy a GeForce-nál is elérhető, csak ott éppen tele vannak a szerverek, úgyhogy nem tudom demonstrálni. Ugye az Xboxnak a streaming szolgáltatása csak a Game Pass Ultimate előfizetéssel elérhető, de amúgy a Fortnite-ot azt tudod játszani előfizetés nélkül is. Már unlockoltam az új zenét a Fortnite-ba. Egy pillanat. Szóval, hogy látjátok, szimplán csak be lehet ugrani egy meccsbe, elindul a matchmaking, elindul, és szimplán csak játszhatsz a monitoron. Tehát gyakorlatilag ezeknek a Samsung monitorok tekintetében az okos, az ugye konkrétan azt jelenti, hogy úgy okos, mint ahogy egy tévé okos. Tehát ez gyakorlatilag ezek okos tévék, csak olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amiket egy gaming monitortól elvárnál. Tehát a magas képfrissítés, a magas felbontás, a menü panelek, stb. És nyilván nem csak monitorként és okos tévéként használtad a Samsungnak a smart monitorjait, hanem egyfajta ilyen vezeték nélküli munkaállomásként is. Ugye van ez a Samsung DeX technológia, ami a specifikus Samsung okostelefonokból csinál gyakorlatilag egy laptopot, és kvázi ilyen asztali alkalmazásokat lehet rajta használni, azaz a kompatibilis kijelzőkkel meg eszközökkel. Ezek a monitorok is egy ilyen eszköznek számítanak. A monitor ráadásul arra is alkalmas, hogy interneten keresztül vezeték nélkül érjen el távoli gépeket, tehát mondjuk például van egy irodai géped, amit használsz, és utána hazamész erről a monitorról, fel tudsz csatlakozni a PC-dre, anélkül, hogy ehhez bármilyen külön eszköz szükséged lenne. És nyilván a gamerek számára az egyik legnagyobb ígérete ezeknek az okos monitoroknak, az a Samsung Gaming Hub, ami egy ilyen központi szolgáltatás, ami egy kvázi applikációba tömöríti az összes ilyen felhő streaming szolgáltatást, ami csak elérhető, és rengeteg játékot központilag elérsz, és minden is tök jó és szuper. Ez viszont sajnos Magyarországról nem elérhető, tehát a monitornak a reklámjaiban hallhatsz ilyeneket, viszont valójában ezt te még nem fogod tudni használni, de ahogy láttátok, önállóan letölthetőek ezek a streaming szolgáltatások, és működnek, tehát nekem a GeForce-nál, az Xboxot és a stb-t is sikerült működésre bírni, és kontrollereket is tudsz alkalmazni, tehát csak a Gaming Hub-nak ez az ilyen egyesítő, könnyítő funkciója az, ami nem elérhető. Egy kis hátrányt tudnék felhozni, nem ennél, hanem az M8 monitornál, hiszen az csak USB-C, meg mini HDMI, meg ilyesmi csatlakozókkal rendelkezik, tehát a normál csatlakozóin kívül, tehát azon a felhő alapú játék nem biztos, hogy a legjobb, mégpedig az Ethernet port hiánya miatt. Viszont ez az Odyssey G6 konkrétan rendelkezik egy önálló Ethernet porttal is, amit hát nem tudsz átvinni a gépedbe, de hogyha ezt épp ilyen felhő streamingre akarod használni, akkor elérheted a vezetékes internet nyújtotta előnyöket is. Ti használnátok ilyen okos monitort, vagy meghagynátok ezt a funkciót inkább csak a tévéknek? Írjátok meg nekünk kommentbe, vagy beszélgessünk róla a Discord szerverünkön, ehhez linket találtok a leírásban. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. Várunk legközelebb is!